Ez a térkép, mely weboldalunkon vagy a Gyula TV Facebookos profilján is elérhető, azt mutatja, hogyan változik meg a közlekedés rendje a Petőfi tér, az Árpád utca, a Békesugár út és a Jókai utca által határolt területen. A szülők nagyon nehezen tudják megközelíteni az iskolát, reggel nagyon nagy a káosz, és az balesetveszélyes is a gyerekek számára. Az Esze Tamás utca mindkét szélén parkolnak, az utca szűk, ezért főleg reggel kaotikus állapotok alakulnak ki itt. Hangzott el a péntek délelőtti helyszíni sajtótájékoztatón. Eljárást tartottunk a rendőrség és a közelmi Kft. Szakembereivel, ahol körvonalazódott ennek a megoldása. A forgalmi rend megváltoztatása jelenti a megoldást, mondta el Molnár Csaba, az önkormányzat mérnöki osztályvezetője. Az Esze Tamás utca így egyirányú lesz, de a Korvin utcában is érdemes lesz odafigyelni a közlekedőknek. Itt az Esze Tamás utca annyira szűk, és ugye két oldalt parkolnak az autók, hogy reggel nagyon nehéz volt az iskola megközelítése. A gyerekek számára balesetveszélyes volt sokszor a kiszállás, és ugye nagyon nehéz volt megállni a szülőknek. Ezen kívül a Korvin utcában lakók is szolgálmazták felém azt, hogy ne csak az utca egyik része legyen egy irányú, hanem a teljes szakasz, hiszen az is egy nagyon szűk utca, és így jobban tudják ők is a házaikat megközelíteni, és a forgalom is sokkal biztonságosabb és egyszerűbb lenne így. A változások hétfőtől lépnek életbe. Akik az iskolától elindulnak a Korvin utca felé, szembe jövő forgalommal ezen a szakaszon nem találkozhatnak. A kereszteződésben vagy egyenesen, vagy jobbra haladhatnak tovább.